Elégedetten tekinthetnek vissza a 2016-os évre a nyíregyházi Tekeklub vezetői és játékosai. A csapat harmadik szuperligás szezonjában a 9. helyen végzett, a 4. szezonnak pedig a bennmaradást megcélozva vágtak neki fintáik. Az ősz nem úgy alakult, ahogyan azt eltervezték az NTK-nál, az első győzelemre a 9. fordulóig kellett várni, de a bajnokság felénél a bennmaradást jelentő 10. helyen állnak a nyíregyháziak a 12 csapatos számláló mezőnyben. Szerintem egy nagyszerű évet zártunk. Úgyhogy visszagondolva már az előző szezonra, szerintem egész jól finisselt a csapat. Hozzáteszem, hogy az előző szezonunk az kicsit könnyedebben alakult, ugyanis rögtön az első fordulóba idegenbe a BKV-nál tudtunk diadalmaskodni, és ez már abszolút nyugodtságot adott a csapatnak a kezdetektől fogva, és ez végig kitartott. Mostani sorsulásunk azonban annyira brutálisan alakult, az előző évi helyezések alapján kapta minden csapat a sorszámát, és körülöttünk egy-két csapat megerősödött, gyengült különféle átalakulások révén. Tényleg úgy alakult, hogy a legnehezebb mérkőzések, amik a velünk egyszintű csapatoknál volt, rendre idegenben történtek. Még azt lehet mondani, hogy idehaza az Ajka elleni mérkőzésünk volt egy olyan, ami mindenképpen szeretnünk volna megnyerni, de akkor az Ajka több fát ütött a csapattól, és megérdemelten nyert. Viszont itt az utolsó előtti fordulóban sikerült egy nem vágy győzelmet aratni a Ferencváros otthonában, ami történelmi győzelem volt, még soha nem sikerült a nyíregyházi Tekeklubnak ott diadalmaskodni. Az amatőr játékosokból álló nyíregyházi együttest évek óta az állandóság jellemzi. A legrutinosabbnak számító Szlovenszky Tibor szerint nem jelenthet gondot számukra a bennmaradás kiharcolása. Szerintem ezzel a garnitúrával előre fogunk tudunk végezni, mert az őszi szezonunk nehéz volt, és a tavaszi szezonban 7. alkalommal fogunk hazai pályán játszani, és bízom benne, hogy ezeknek a jó részét fogjuk tudni hozni. Idegenben is van 2 olyan mérkőzés, ami szerintem meg fogjuk tudni nyerni az idegenbeli mérkőzést, és véleményem szerint benn fogunk tudni maradni. Az év utolsó meccsén a Győr ellen új automatika állította a bábukat a Tekecsarnokban, amely ezzel már a legmagasabb szintű elvárásoknak is megfelel. Nagyon fontos lépés volt már ez, hogy megkapta a szuperligás csapat a nemzetközi rendezésre is abszolút alkalmas, számítógépes, legmodernebb vezérlésre ellátott új automatikát, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez majd meghatározza a nyíregyházi tekesport 10, ahogy akár 20 évét is, úgyhogy azt lehet mondani, hogy sokáig nem fog kelleni hozzányúlni a pályához. Egy nagyon picit megváltozott természetesen a bábú állító automata miatt a bábuk dőlése, de úgy gondolom, hogy ez a rutinos nyíregyházi csapat néhány edzés alatt majd be tudja jól játszani, és azt lehet mondani, hogy majd valóban hazai pályának tudjuk majd tekinteni az új automatikával ellátott pályánkat. A nyíregyházi tekézők január elején kezdik el a felkészülést, január 24-én pedig a Szolnok elleni hazai mérkőzéssel folytatódik fintáik számára a bajnokság.